Köszöntöm nézőinket! A mai Greenboxban négy téma. Elsőként a biodiverzitás megőrzésé, a főszerep Palicson a biodiverzitás napja alkalmából tanácskozást szerveztek. A résztvevők kitértek a palicsi tó állapotára is. A Tartományi Természetvédelmi Intézet részletes tanulmányt készített a környék ökológiai helyzetéről. Szabadka területének több mint 20%-a védett, ami nagyban elősegíti a biológiai sokszínűség megőrzését. Na európskom i na svetskom nivou radi o tome da se zaustavi gubitak biodiverziteta. Najviše stvari oštećenja nastaje u onim delovima gdje je najveća eksploatacija. A sve te promjene staništa i gubitka vrsta održavaju se na naš kvalitet života. Serbia tavaly befejezte a biodiverzitásra vonatkozó stratégiájának kidolgozását. Evropska ekološka mreža okuplja najočuvanija prirodna i poluprirodna staništa koje su značena za zaštitu vrsta na evropskom nivou, odnosno vrsta zasnovanih na direktivama o pticama i direktivama o staništima. I to je naša nacionalna obaveza u ispunjavanju uslova da bismo ušli u Evropsku uniju. Planirano je da se naredne 4 godine vrši kompletno kartiranje staništa, kartiranje vrsta radi određivanja konzervativnog statusa, radi određivanja poželjnog statusa koji očekujemo i radi predloga mera. Znači, to će uglavnom biti neke agroekološke mere, mere održivog turizma, održivog korišćenja. I što je suština, posle tog dela, znači radi se nacionalna lista koja će se predati Evropskoj komisiji. Az országnak kötelessége lesz állandóan ellenőrizni a védett élőhelyeket és fajokat, valamint minden évben jelentést átadni az aktuális helyzetről. Aki megszegi a biodiverzitás megőrzésére vonatkozó előírásokat, arra az Európai Bizottság óriási bírságot ró ki. Ausztriának például több mint 5 millió eurót kellett fizetnie. Szerbia nem olyan gazdag, hogy megkockáztasson egy ilyen nagyságrendű pénzbüntetést, hangzott el a tanácskozás. Továbbá hangsúlyozták, hogy a palicsi tó állapota nagyban hozzájárul az egész terület sokszínűségéhez. Amíg élnek benne halak, addig a madárvilág miatt nemzetközileg is jelentős területnek számít. Izuzetno je važna studija koju je Zavod za zaštitu prirode, Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode uradio u cilju očuvanja staništa na Paliću. I upravo zbog toga smo izabrali Palić da dan biodiverziteta obeležimo na ovom mestu sa jednom novom, vrlo detaljnom studijom o staništima na Paliću i očuvanju biodiverziteta koji ovde postoji. A Tartományi Természetvédelmi Intézet szakértői munkacsoportot hoztak létre a tó állapotának feltérképezésére, amelybe számos illetékes szervezetet és vállalatot bevontak, többek között a szennyvíztisztítót és a természetvédőket. A tanácskozásra elhozták a tóra vonatkozó új védelmi előírás sorozat vázlatát. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megkezdődjön a tó szanálása. 2004 óta kezdeményezi a Természetvédelmi Intézet, hogy megváltoztassuk a tó védettségi státuszát, illetve a tó védelmének az előírásait igazítsuk az azóta megváltozott törvényes előírásokhoz. Gyakorlatilag a palicsi tó egyike az első olyan területeknek, amelyeket a 90-es években még a régi előírások szerint védelem alá helyeztünk. 2001 óta szinte minden nemzetközi a természetvédelemre vonatkozó szinte minden nemzetközi előírást már az országunk aláírt, és beépítettük a saját jogrendünkbe. Ennek kapcsán kezdtük el a palicsi tó védelmének az átalakítását is, és az időszerűvé tételét. A régi előírások még jogi akadályt is gördítettek az iszap eltávolításhoz. Egyszerűen azóta annyit változott a jogrend. Elővettük a 70-es évek második felében készített terveket, amit a szabadkai kollégák, Szőlősi tanár úr és csapata elkészítettek, és egyszerűen átnéztük, hogy abból mi valósult meg, és mi nem valósult meg. Valójában néhány nagyon fontos dolog nem valósult meg, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a tó ismét ugyanolyan sanyarú állapotban van, mint valamikor a 70-es években. Attól, hogy most még nem úsznak haltetemek a víz színén, nem jelenti azt, hogy a víznek az állapota sokkal jobb lenne, ugyanolyan vastag iszapréteget találunk benne, és ugyanúgy nincs megoldva a parti sávnak a védelme. Sőt, bizonyos szempontból a tó még rosszabb állapotba is került, mert pontosan a felemáson megvalósított intézkedések is rontottak a tónak az állapotán.
Gyakorlatilag akkor a parti sávnak a rendezését mulasztották el, és elmulasztották a halasítással összefüggő biológiai változások monitoringjának egy részét. Tehát kizárólag a víz minőségére összpontosítottak, és nem nézték a tavat egészében, mint élő rendszert. Egészen egyszerűen ez a tó, annak ellenére, hogy ugye most már egy nagyon erős emberi hatás alatt van, ez még mindig a természetes rendszerek törvényszerűségei szerint működik. Tehát attól, hogy a vízügyesek megváltoztatják a medernek a formáját, vagy a mélységét, attól az ökológiai törvényszerűségek nem változnak meg. És ezeket egyszerűen figyelembe kell venni. Gyakorlatilag az utolsó 20 évben a tóról való gondoskodásból szinte teljesen kiszorultak a biológusok, és az ezzel együtt az ökológiai szempontok is. Gyakorlatilag csak a hallakkal foglalkozó emberek maradtak játszmában, és az utolsó időben a tavat úgyszólván halastóként kezelték. Tehát ez volt az egyedüli biológiai szempont, és ez nem tudott javítani a tónak az állapotán, sőt további problémákat okozott. A szakértők szerint az is nagy gond, hogy a tó mentén levő vikendházak, tanyák tulajdonosai nincsenek tisztában azzal, hogy a természetes növényzetnek milyen fontos szerepe van a tó tisztaságának megőrzésében. Ha valaki szeret horgászni, annak tudnia kell, hogy a nád az az ivóhely. Most azok, akik horgásztéget alakítanak ki, azzal kezdik, hogy kiirtják a nádast. Rettenetesen kevés nád van a tóban a nem megfelelő víziszonyok miatt, és ez a kevés nádat is mindenütt mindenki írtja, és ezt egyáltalán senki sem szabályozza, senki sem akadályozza meg. Habár erre léteznek előírások, valamilyen módon is Szabadkán mindenki úgy érzi, hogy a tópart akkor rendezett, hogyha ha nem is betonozzuk ki, de legalább legyen kikövezve, és ha nem is kövezzük ki, akkor legalább a nádat, azt a csúfnádat vágjuk ki belőle. A rendezvényen kiemelték, minden ország felelős azért, hogy miként gondoskodik természeti kincseiről. Vajdaság területének csak nem 6%-a védett, ez az arány valamivel meghaladja az országos átlagot. A Nemzeti Környezetvédelmi Stratégia alapján országos szinten a 10%-ot kell majd elérni. A szabadkai Széchenyi István általános iskola tanulói tavaly műanyag flakonokból, kupakokból készítettek ruhákat. Idén papírból készült ruhákat mutattak be egy rögtönzött divat bemutató keretében. A cél, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára. Újrahasznosított anyagokból készült ruhákat mutattak be a kémia évének alkalmából a szabadkai Széchenyi István általános iskola tanulói. A diákok beszámolókat is tartottak a kémia és az ökológia kapcsolatáról, az újrahasznosítás lehetőségeiről és arról, hogyan takarékoskodjunk a vízzel. Kiderült, hogy egy korsó sörhöz 20, egy kiló sült csirke előállításához pedig 3500 liter víz szükséges. A világon kémia az alapja az életnek, és ő egyben a jövőnek is az alaptudománya, mivel hogy multidisziplináris. A kémia és az ökológia milyen területeken kapcsolódik össze, és a mindennapi életben ez hol jelenik meg? A mindennapi életben mindenhol megjelenik, különösen a mai 21. században, tehát valójában a környezetvédelem az egyik, ami összeköti, tehát korrelálja ezt a két tudományágat. A másik a biokémiai rész, ami elválaszthatatlan, azután az újrahasznosítás, ami szintén a szelektív hulladékgyűjtés, nagyon sokat foglalkozunk vele, a tanulók 80-90%-a tudja, hogyha majd már ide ér Európa, hogy melyik anyagot melyik konténerbe kell szelektálni. A diákok egy rögtönzött kvízben is részt vettek. A kémia órákon használt eszközöket kellett felismerniük. A legjobbak ötöst kaptak. Nagyon jól válaszoltatok itt a feltett kérdésekre. Szeretitek a kémia órát? Hát én nagyon szeretem, bár elég rossz állok belőle. Hát én is úgy szintén. Nagyon érdekes szokott lenni az óra. Szóval vannak kísérleti órák, de vannak ilyen elméleti. Kísérleti órákon például mit csináltok? Hát bemutat az anyaggal kapcsolatban a tanárnő bemutat egy kis kísérletet. Például mit csináltatok már? Hát keverékeket összekevertünk, és akkor megnéztük, hogy azoknak mi a reakciója. Akkor a tanárnő hozott otthonról mosogatószert, és akkor azt összekevertük más anyagokkal. Bár is a tanárnő, mert mi nem szoktunk jelentkezni, hogy összekeverjük, és akkor mindig így. Miért lehet fontos a kémia a mindennapi életben? Hát szerintem azért, hogy megtudjuk, hogy miből áll, milyen
miből áll, és akkor így könnyebben oda tudunk arra figyelni, hogy védjük-e a környezetet, vagy nem. Itt a mai napon nagyon sok kis előadást láthattatok. Melyik tetszett a legjobban? Mit tanultatok meg? Hát nekem személy szerint a divatbemutató tetszett. Hát azt tanultuk meg, hogy hogyan védjük a környezetünket, hogyan gondolkodjuk hasznosan. Mit tudtok ti, mint diákok tenni a környezetvédelemért? Hát én védem a környezetemet, nem szemetelek, inkább, ha nincs közelben szemetes, inkább elteszem a zsebembe. Te mit tudsz tenni a környezetért? Hát ugyanezt. Hogyan tudunk mondjuk a vízzel takarékoskodni? Hát, hogy elzárjuk a csapokat, nem sokáig engessük. Hát, ugyanígy, igen. Voltunk egy versenyen, amit a mi iskolánk megnyert a víztakarékossággal kapcsolatban. És ott miről beszéltetek? Hát, hogy hogy bírjuk a vízkészleteinket nem elpazarolni. Iskolánk újra hasznosít. Kupakokat gyűjtöttünk, műanyag flakonokat gyűjtöttünk. Az alu dobozkák gyűjtése már tavaly elkezdődött, elsők voltunk tavaly. Az idén pedig bővítettük ezt a gyűjtést. Hogy a gyűjtést megkedveltessük a gyerekekkel, ezért ilyen igen érdekes divatbemutatót rendeztünk meg. Tavaly volt az első, akkor műanyagból készült minden, az idén viszont a papírt választottuk anyagként. Közösen megbeszéltük a kis fodrokat, más díszeket, és igen érdekes kreációkat láthattak kartonból, egyszerű újságpapírból, színes szórólapokból. A buszjegyeknek a szélét is letéptük, azt a lukacsos részét, úgyhogy igen érdekes anyagot hoztak össze a gyerekek, és közösen elkészült. Miből készítettetek magatoknak ruhát? Hát gyűjtöttünk ilyen katalógusokat, ilyen hát papírból. Hát papír, akkor a cukornak a papírjától, valami kartonokból, kávé papírokból és olyasmi. Mennyi ideig készültek ezek a ruhák? Hát ezek gyorsan elkészültek, akár egy hét alatt is, egy szoknya vagy egy ruha, egy komplett, az egy nap alatt is elkészült. Tiéd mennyi ideig készül? Hát pár óra alatt kész volt, gyorsan megy, hogyha többen dolgoznak rajta, és körülbelül egy hét körülbelül, hogy elkészítsük. El tudjátok képzelni, hogy ebből egyszer divat lesz, hogy minden ember majd ilyen hulladékból készült ruhába jár? Hát, én el tudom képzelni, de az akkor lehet, hogy nem most lesz, hanem mondjuk egy 100 év múlva. Te járnál mondjuk az utcán is ilyen ruhákban, ha ebből tényleg divat lenne, hogyha mindenki ebben járna? Hát, hogyha divat lenne, akkor járnak, de most úgy nem. És nem akartok így divatot csinálni belőle, hogy most elkezdtek ebbe járni, és akkor hát, ha többieknek is megtetszik? Hát én mondjuk az utcára én nem mennék ki, de hogyha ilyen divatbemutatók lennének, akkor szívesen. Az ökológia az egy projektum része, ami tulajdonképpen tavaly is részt vettünk benne a zöld vajdaságért, és ott is nyertünk, és hát ezt folytattuk. A diákok ismert vegyészeket is bemutattak, többek között a periódusos rendszer feltalálóját, Mendelejevet, valamint a kétszeres Nobel-díjas Marie Curie-t. A szabadkai Szvetozár Márkovics gimnáziumban is nagyon fontosnak tartják, hogy a diákokat környezetvédelemre oktassák. A gimnázium a palicsi állatkerttel közös projektumba kezdett. A tanulók rendszeresen részt vettek az állatkerti munkákban.
A gimnázium udvarában nemrég egy okosarkot alakítottak ki, a projektum vezetője Bogár Jaszminka, biológia tanárnő, az állatkert munkatársai pedig szaktudásukat adták ahhoz, hogy kis tavacskát hozzanak létre az udvarban. Az alap elgondolás az volt, hogy a gimnazistákat tudatos környezetvédelemre neveljük, kicsit intenzívebben, mint amennyire eddig tettük, habár igyekeztünk eddig is a tantárgyak keretein belül foglalkozni környezetünknek a megóvásával. A természeti szakaktívák az év elején, tudván azt, hogy a 2011-es év az önkéntes munkaéve lesz, valamint a kémia éve, eldöntötték, hogy egy nagyszabású projektumot fognak kezdeményezni. Ehhez kerestünk munkatársakat. Jó partnerrel álltunk az állatkertben. Először is fölmértük a helyzetet, hogy hány diák hajlandó önkéntes munkát végezni, és örömmel tapasztaltuk azt, hogy a diákoknak több mint fele jelentkezett önkéntes munkára, és akkor elkezdődtek a munkálatok az állatkertben. Lefektettük a szabályokat, hogy milyen munkát végezhetnek, mindig kísérővel, szülői engedéllyel vettek részt. Nem végeztek nehéz fizikai munkát, viszont megtanultak nagyon sok dolgot, amit eddig nem tudtak ott az állatkert szakembereitől. Az ökosarkot az érettségizők tiszteletére avatták fel, akik ugyancsak részt vettek a munkálatokban. Az iskola udvar szépítése ezzel azonban még nem fejeződött be. Ez még csak az első fázis. A második fázisban és a harmadik fázisban az iskola udvar többi részét fogjuk felújítani, remélhetőleg sikeresen, megvannak a tervek. Egy nyitott tantermet képzeltünk el, valamint újabb padokat, növényeket fásítani szeretnénk, és folytatódik az állatkertben az önkéntes munka. Az akció célja az volt, hogy az iskola udvart újra belakják a tanulók. Ezt a tervet most már úgy tűnik, és sikerült is megvalósítani. Igyekszünk minden természeti, sőt, bármelyik tantárba belopni ugye ezt a környezettudatos nevelést. Én földrajz szakos vagyok, én azt gondolom, hogy nem múlik el olyan óra, hogy ha alkalom van rá, akkor ne hívjam föl a figyelmüket az ivóvízre, a vízhiányra, a szemetelésre és minden egyébre. Sőt, ugye a folyósókon is állandóan a gyerekeket figyelmeztetjük, hogyha találunk, ne talán a szemetet. De én azt gondolom, hogy itt az iskolában azért elég környezettudatos a viselkedésük. Ebben az évben valóban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a gyerekeket egy kicsit másképp neveljük, hogy mást is lássanak, ne csak az otthoni feladatok, tehát a tanulás, hanem kicsit másképp, szélesebben gondolkodjanak. Az ökosarok létrehozásában a diákok mellett több mint 100 szülő és 35 tanár is részt vett. Ez egy hihetetlen jó ötlet szerintem, tehát az, hogy az egész elkezdődött, hogy két egymástól valamilyen szinten teljesen független intézmény kezdett bele egy olyan akcióban, mindketten nyernek. És ez rögtön megfogott, illetve hát együtt lehetünk természetesen, tehát mondjuk ezeknek a dolgoknak mindig az is, hogy mondjam, a diákok szempontjából fontos része, hogy aznap nem kell menni iskolába. Ez nyilván megmozgatta kicsit a tömegeket, de alapvetően ennek megvan a szépsége. Kimegy az ember az állatkertbe, segít a dolgozóknak, amit kell, és szerintem mindenki jól érezte magát. Utána itt az iskolában pedig ugye szintén ugyanaz, hogy nem kell menni iskolába, az megint megjelenik. Ez elengedhetetlen része, ezt nem szabad kihagyni belőle, hiszen a diákok szempontjából mindig ez kerül előtérben. És ez itt is, tanárainkkal dolgozhattunk, olyan tanárokat láttunk munkaöltözetben festeni, ásni őket, különben el sem tudtunk volna ilyen helyzetben képzelni. És meglepett, hogy mennyire jól értenek egyébként ezekhez a dolgokhoz. Én voltam az állatkertben segíteni, valamint a szüleim is nagyban hozzájárultak. Nálunk szinte az egész család segített ebben a projektben. Anyukám virágkertész, ő ajánlott fel virágokat, apukám villanyszerelő segített az áramellátást, én pedig ugye a saját kétkezi munkámmal az állatkertben segítkeztem. És az iskola területén? Az iskola területén hát csak annyiban segítkeztünk, hogy a virágokat ültettük, amiket anyukám ajánlott fel, és tehát így magánál a tónál nem volt alkalmunk és lehetőségünk. Hát azelőtt kicsit lapos volt az udvar, nem sokan voltak kint, talán néhány sportembert láthatunk a pályákon. Most már azért kellemesebb ugye az idő is, talán ennek is köszönhető, de szerintem a tavacska is sok mindenkit vonz arra, hogy kicsit kijünk, hallgassuk ezt a kellemes csobogást is, hogy szétnézzünk. Az akcióban résztvevő diákok szerint a mai fiatalok közül kevesen környezettudatosak. Fiatalokat annyira nem érdekli ez a téma, de én úgy gondolom, hogy van néhány olyan ember, aki tudja ezeket így megindítani, megmozdítani, hogy több fiatalt arra rávegyen, hogy óvjuk a környezetet. Van, aki foglalkozik vele, az szerintem
eléggé mélyen benne is van, tehát akit érdekel, akkor az biztos, hogy nem fogja félváról venni, de a többséget nem érdekli annyira, én úgy érzem. Tehát, hogy oké, minden napokban persze igyekszünk nem szemetelni, néha kidobunk egy rágót, de nyilván, hogy az a nagyon mély környezettudatosságot én nem látom annyira a korosztályomban. Az igazgató helyettes kiemelte, a nehéz gazdasági helyzet közepette is akadnak szülők, akik nemes dolgokra adományoznak, mivel ők biztosították az egész ökosarok kiépítéséhez szükséges anyagi eszközöket. Mai utolsó riportunkban bemutatjuk a Lokátor Város és Környezetvédő Egyesületet, amely 2005 óta tevékenykedik Zentán. A civil szervezet fő célja, hogy a fiatalok bevonásával szebbé tegye a várost és a környezetet. A zentai fiatalokból álló civil szervezet azért választotta magának a város és környezetvédő tevékenységet, mert megalakulásának idején a városban nagyon kevés gondot fordítottak a környezetvédelemre. A tagságunk főként fiatalokat ölel fel, és a környezettudatos gondolkodásra próbáljuk késztetni a fiatalokat, illetve a környék iskoláit, óvodáit próbáljuk minél jobban behálózni, és ezáltal az újabb generációkat már egy környezettudatos gondolkodásmódban nevelni. A tevékenységeink során első szempont az volt, hogy a minél kisebb költségvetésű, ám látványos projekteket hajtsunk végre, ami kicsit megmozgatja a lakosságot is. Ez elsősorban a fákra kihelyezett különböző hirdetmények jelentették. Az első komolyabb akciósorozatunk után mindössze 6 kg rajszöget tudtunk összeszedni, ami egy elég jelentős mennyiség volt. Későbbiekben természetesen ez a tevékenységünk tudott bővülni, szépen lassan megtanultunk pályázni, a község felfigyelt ránk, és egyre könnyebb volt a munkánk. A további tevékenységeink folyamán a parlagfűírtással, a szociál környezet védelemmel, amit a zentai gyerekosztályban történő kilátogatással végzünk, jelentette. Az akkoriban még Szerbia szinten gyerekcipőben járó szelektív hulladékgyűjtés, illetve hulladékanyag újrafelhasználásával kezdtünk el foglalkozni. Azt kell mondjam, hogy sorra jó eredményeket értünk el, tehát pillepalacból 2 tonnát tudtunk diákokkal összegyűjteni. El tudtunk szintén diákok segítségével készíteni Zenta község területéről parlagfű térképet, valamint heti 2 alkalommal tudtuk látogatni a zentai gyerekosztály, a zentai kórház gyerekosztályát, ahol egészségügyi ápolás folyamatosan nagyon jól működik, ám igazából nincs játszóház a kicsik számára. Természetesen minden alkalommal, illetve minden lehetséges rendezvényen, illetve tevékenységünkön próbáljuk a fiataloknak továbbítani, átadni a környezettudatos gondolkodást, annak meglátását, hogy az, amiben élünk, az akár múlandó is lehet, illetve egy igen komoly érték. A szervezet a helyi önkormányzattal együttműködve várostisztító akciókat is szervez. Nem csak az elhasznált nyersanyag és az újrafelhasználás, de a hulladék termelésnek a csökkentése is előtérbe helyeződjön, illetve e felé irányítsuk Zenta polgárságát. Ezt most már idén második évben fogjuk megrendezni, hogy a műanyag nájlonzacskók helyett vászonyszatyrokat osztunk ki. Jelentős mennyiségben tudnánk csökkenteni ezáltal az ilyen jellegű szemét, illetve hulladék elhasználást. Energiát spórolhatunk meg, és egy olyan lépéssel kerülhetünk közelebb a városunkhoz, illetve a lakosság gondolkodásmódjához, ami egy teljesen pici lépés, mégis mindennapos, és kihat a hétköznapi életünkre is. Említetted, hogy amikor megalakultatok, akkor a legnagyobb probléma szerintetek a környezetvédelem volt. Most hogyan áll ez a helyzet Zentán? Tehát hatalmas fejlődés ment végbe Zentán környezetvédelmi szempontból. Lett Zentának egy Euró 2-es víz tisztítója, ami a zentai cukorgyár
nála, illetve a kommunális felügyelete, a kommunális vállalat felügyelete alatt áll. Lényegesen jobb minőségű vizet és tisztább vizet tudunk vissza származtatni a Tiszába. Szintén a zentai kommunális vállalat számlájára írható azt, hogy mint ahogy látjuk is, a zöld felületek egyre jobban karbantartottak. Ez igaz a város szélére is. Gyakorlatilag a parlagfű problémának az egyik legnagyobb gondja a zöld felületek karbantartása. Észrevehetően cserélődnek ki a fák, a pollen, allergén fákat cserélik le minél emberbarátibb fákra, és egyre inkább odafigyel az önkormányzat is arra, hogy környezettudatosabb város legyen. Számos szemetest helyeztek el a városunkba. A fákra ragaszgatott plakátoknak megjelentek a hirdető oszlopok, illetve 4 vagy 5, ezt nem tudom pontosan, helyen megjelentek a zöld szigetek. A szervezet legközelebb júniusban a Mosolytenger Gyermekfesztiválon kézműves foglalkozással próbálja majd felhívni 4-től 12 éves korig a gyerekek figyelmét a környezet tudatos viselkedés fontosságára. Köszönjük figyelmüket, ennyi fért a mai műsorba. 2 hét múlva újabb ökotémákkal várjuk Önöket, addig is óvják környezetüket, viszontlátásra! Thank you.